székre a vérem megállt és az illatok kerítek bennem, mint őrvedében jutka vetkőzött én nékem ott. Derekán látszal elém áll golondosan, ezt nem lehet levenni, nevetett. A 30Y frontembere Beck Zoli és a paksi gyökerekkel is rendelkező Heaven Street 7 zenekar alapítója Szűcs Krisztián adták elő Csengei Dénes Cseh Tamásnak írt több mint 30 éve fiókban maradt dalait Pakson. Csengei Dénes író politikus, a Paksi Kulturális Központ névadója 3 évtizede hunyt el. Ez alkalomból 3 napos rendezvénysorozat zajlott az intézményben, melynek része volt a Másnap, és mi most itt vagyunk, In Memoriam, Csengei Dénes című zenés színházi előadás is. Az idei évben volt Csengei Dénesnek a 30 éves halálozási évfordulója, és ebből az apropóból gondoltuk, hogy megemlékezzünk rá egy nagyszabású rendezvénysorozattal, és az utolsó rendezvénypontunkhoz értünk most, aminek Másnap a címe. Ezt Beck Zoltán és Szűcs Krisztián teszi színpadra nekünk, és mégpedig Cseh Tamás és Csengei Dénes dalait fogjuk hallani, de nem a mélyrepülést, hanem az azelőtti időszakból származó dalokat, amik eddig fiókban voltak, és valamelyik dalból, valamelyik szerzeményből csak egy-egy részlet volt hallható, és ezt teszik kerekké a művészek. A zenés est színpadra kerülését Csengei Balázs rendezőként segítette. Csengei Balázs Csengei Dénes kisebbik fia. Ő kezeli a hagyatékot, ami édesapja után megmaradt, mely mintegy másfél szobányi anyag. Ezekben vannak levelek, meg nem jelent írások, forgatókönyvek, zeneszövegek, politikai írások, szépírások és számtalan tárgy. Csengei Dénes Szekszárdon született, a József Attila díjas magyar író, az MDF egyik alapítója, és haláláig országgyűlési képviselő volt, mindössze 38 évet élt. Egy-két májust még bevárunk itt nélkülön. Lényegében az anyagnak egy jó része nálunk otthon meg volt, édesapám hagyatékában. A dalszövegekkel, versekkel én ott találkoztam először egy 15 évvel ezelőtt a Cseh Tamással közös ládájában apának. És azt hittem, hogy ezek versek. Első körben dallamot nem is tudtam hozzájuk csatolni. Aztán én 3 éve a Cseh Tamás archívumnak a munkatársa vagyok, és ott sikerült megtalálni olyan magnószalagokat, amiken Tamás félkész dalokat, próbákat hagyott maga után. Nekem egyből feltűnt, hogy hoppá, ezek a szövegek ismerősek, és sikerült összepárosítani a dalokat a szövegekkel, és ezek tényleg olyan dalok, amik ma elhangzanak, amik a mélyrepülés lemezen nem kerültek rá, amiket Tamás közönség előtt nem énekelt el sosem. Igazából én első körben a Szűcs Krisztiánt kerestem meg, hogy ezekkel a dalokkal adjon tanácsot, mit érdemes kezdeni, hogyan lehet ezeket eljutatni a közönséghez, mert félkész munkák nem lehet, tehát nem kiadható minőségű, nyilván otthoni magnós próbák, egy fél verszak fel van énekelve, a másik fele nincsen, és aztán a Krisztián után a Beck Zolit is megkerestem, és mind a két srác azt mondta, hogy nagyon jó, csináljuk meg ezt együtt, ezt a műsort, és aztán a Bérces Lacit, mint rendezőt is megkerestem, aki szintén hozzájárult a szakértelmével az esthez. Hát a dalokat végre még én szedtem össze, én szerkesztettem így egységé, tehát a sorrendiség, illetve az átkötőszövegek azok valamilyen szinten az én munkám, hozzátéve, hogy minden egyes átkötőszöveg Csengei Dénesnek valamilyen munkájából való, tehát ezek prózai vagy drámai szövegeiből lettek beemelve ebbe a műsorra. Itt szövegileg teljes egészében Csengei Dénesnek a munkája, a dallamok pedig javarészt 30 évvel ezelőtti magnókoszalagon megmaradt Cseh Tamás dallamok, néhány helyen a fiúk által kiegészítve. Több ilyen évtized.